Macron minden mozdulatán ez látszik, már hogy narcisztikus. Szeressetek engem, emberek, imádjatok engem, én boldoggá teszlek benneteket. Látjátok, milyen csodálatos vagyok, milyen okos vagyok. Én annyira gyönyörű vagyok, mondja Macron. Okos és intelligens vagyok. Az egész arca, az egész tartása erről árulkodik. Nem is érdekel, hogy kivel találkozok. Nézzük a fiatalkorát. Macron is és a felesége, Bridget is, egy erősen polgári családba születtek. Fiatalkorában ez a hölgy volt a tanárnője. Fiatalon ő nagyon erősen beleszeretett a hölgybe, aki 24 évvel idősebb. Aki fiatalkorában sem volt egy szép nő, férnél volt, 3 gyermeke volt. Viharos, intim kapcsolatba keveredett a 10 éves fiatal fiúval, ezért problémája lett a férjével, a szülei látni sem akarták őt, a tanártársai is utálták őt, már a hölgyet. 2006-ban végre elvált a férjétől, a férj az utolsó pillanatokig meg akarta őrizni a családot, reménykedett, hogy a feleségéből kiszáll ez a butaság, reménykedett, hogy elengedi ezt a fiatal fiút a hölgy, de ez nem történt meg. A hölgy halálos fogást keresett a fiún, és talált is. Fantasztikus románsz kezdődött a fiú és az idősebb hölgy között, végül is összeházasodtak. Macron több erotikus regényt is írt fiatal korában az ő viszonyukról. Mindenki azt gondolta, hogy Macron Bridget lányába szerelmes. De nem, ő Bridgetbe volt szerelmes. Akkoriban nagyon furcsa volt, ma már ez mindennapos, egy férfi egy 24 évvel idősebb nővel keres kapcsolatot. Miért történt ez Macronnal? Azért, mert őt nem a szülei nevelték, őt a nagymamája nevelte. És ezek nagyon fontos folyamatok, amiket a fiú az édesanyjával kell, hogy átéljen, az édesapjával kell, hogy átéljen, ő a nagymamájával élte át. A nagymamája egy abszolút politizáló hölgy volt, állandóan mosta az agyát mindenfélével. A nagymamája mellett is érzett bizonyos érzelmeket, hiszen a fiatal férfi valakire rá kell, hogy irányítsa az érzelmeket, nem mehetnek csak úgy ki a vakvilágba. Mivel Macron a nagymamáján keresztül élte az életét, ezért az érzelmeit is a nagymamája felé irányította. Hihetetlen érzelmi közelségbe került a nagymamájával, és nagymamája haláláig Macron naponta beszélt vele telefonon. Ez már maga egy furcsa szituáció, amikor egy felnőtt férfi az anyukájával nem beszél, az apukájával nem beszél, állandóan csak a nagymamájával beszél. Végül is nem lehet csodálkozni, hogy egy nagymamájához hasonló korú hölgybe szeretett bele. A nagymamája helyett kapott egy másik nagymamát. Tehát ez neki gyerekkor óta normális, hogyha egy nőt lát, akkor a nőn legyenek ráncok, löttyet popsia legyen, löttyet egyebek legyenek. Ez neki teljesen normális és hétköznapi. Megszokta, hogy a nő, akit szeret, hiszen a nagymamáját fantasztikusan szerette, hogy a nő, akit szeretek, ő belőle már nem teljesen friss illatok jönnek, ő ebben nőtt fel. Kamaszkorában a szexuális vágyai, kívánságai is ilyen jelenségek felé irányultak. A nagymamája egy nagyon nyílt nő volt, mindent megengedett neki. A nagymama igyekezett mindig azon, hogy Macron és a 24 évvel idősebb hölgy között megmaradjon a nagy szerelem. Macron később többször is mondta, ha nincs a nagymamám, akkor bizony nincs ez a nagy szerelem, és nincs ez a házasság. Köszönöm szépen, hogy megnéztek. Kérem, lájkoljanak és iratkozzanak fel a csatornámra. Viszontlátásra.